Jó estét kívánok, ez a napi aktuális Velkovics Vilmos vagyok, és egy nagy, hatalmas diplomáciai sikerrel kezdünk. Amerikai-magyar együttműködés született az üldözött keresztények védelmében. Vendégem Azbej Trisztán, az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary Helps programért felelős államtitkár. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Na, menjünk akkor. Ugye ez a diplomácia világában az, hogy két ország, a világ első számú nagyhatalma és Magyarország egy közös projektet, egy közös ügyet visz, ez egy nagy dolog. Igen, ez egy nagyon fontos visszajelzése és elismerése a magyar humanitárius modellnek, a magyar humanitárius programnak, amelyet úgy nevezünk, hogy Hungary Helps, Magyarország segít, és amely két évvel ezelőtt indult, és több szempontból is úttörő volt. Úttörő volt, mert ez volt talán az első olyan nemzeti humanitárius program, aminek kifejezetten az a célja, hogy a migráció forrás régióiban, a humanitárius válságövezetekben a ott élő közösségeknek a megmaradását támogató programokat indítson, így előzze meg a migrációt. Ez volt az egyik egyedi jellege, míg más országok, főleg nyugat-európai országok inkább a humanitárius tevékenységbe becsomagolták azt, hogy a migrációt támogatják, és elhozzák a olcsó munkaerőnek egyébként a saját országaikba, a válság régióban élő embereket. Tehát ez volt az egyik sajátos alapelve, egyedülálló úttörő alapelve. A másik pedig, hogy a válság régióban élő emberek, közösségek közül kiemelten támogatta az üldözött keresztény közösségeket. Azért támogatjuk kiemelten az üldözött keresztény közösségeket, mert ez a csoport a világon a legüldözöttebb vallási csoport. Másrészt pedig kulturális szempontból keresztény ország vagyunk, és úgy érezzük, hogy erkölcsi kötelességünk a szolidaritásnak ez a megnyilvánulása a Közel-Keleten, Afrikában szenvedő, a hitük miatt ártatlanul szenvedő keresztény emberek irányába. Ennek a programnak egy nagyon fontos elismerése az, hogy a világ vezető hatalma, az Egyesült Államok saját kezdeményezésére megállapodást kötöttünk az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével, a USAID-val. Tehát amerikai részről indult? Tehát az amerikaiak keresték meg a magyar kormányt, akkor nyilván ez a sikere miatt, nem? Tehát ők is úgy ítélik meg, hogy ez egy pozitív, jó kezdeményezés. Igen, ez egy diplomáciai fegyvertény, ez egy siker. Visszaigazolása a sikernek jó visszajelzés, és legyünk őszinték, Magyarországot nagyon sok méltatlan, hamis, igaztalan támadás érte. A migrációt támogató szervezetek és politikai erők megpróbálták Magyarországot embertelennek beállítani, azért, mert egy józan, következetes, igazságos, de szigorú migrációs politikát folytatunk. Tehát az fontos, hogy most már azért igazságosabban ítélnek meg minket külföldi kormányok, és elismerik azt a humanitárius segítséget, amit nyújtunk, de ennél is fontosabb az, hogy az ügynek a szolgálata. Mi magyarok egy kis ország vagyunk, a magyar kormánynak, a magyar államnak értelemszerűen elsősorban a magyar emberek boldogulásának a támogatása, az elősegítése a feladata, ezért arányosan leginkább példát tudunk abban mutatni, hogy hogyan lehet a válság övezetekben szenvedő embereken segíteni. Egy példát tudunk mutatni, nem várhatja el senki sem Magyarországtól az, hogy egyedül oldjunk meg humanitárius világméretű katasztrófa helyzeteket, ezért nagyon fontos az, hogy a magyar példát követi az Egyesült Államok, amelyeknek lényegesen nagyobb erőforrásaik állnak rendelkezésre. Így van, ez egy fontos kérdés. Tehát a magyar modellt, tehát ez a bizonyos megállapodás, vagy az együttműködési megállapodás, amit most aláírtak, ez azt jelenti, hogy a magyar modellt fogják amerikai eszközökkel, forrásokkal, amerikai erővel megtámogatni? Erről van szó, ebben bízunk, erről szól ez az együttműködési megállapodás. Egészen magasról Mike Pence alelnök részéről érkeztek elismerő szavak a programunkat illetőleg, még a tavalyi évben, és ezek után egy évvel ezelőtt... Ő is ismeri, tudja, miről van szó. Ismeri a programot, sőt egy évvel ezelőtt ő jelentette be, hogy az Egyesült Államok az üldözött keresztényeket megsegítő programot indít a magyar mintára. Jó magam is, hát abban a megtiszteltetés
megkeresésben részesültem, hogy a Fehérházban találkozhattam amerikai kormánytisztviselőkkel, és adtam át a tapasztalatainkat. Tehát az erőforrásaink azok mérsékeltek, végesek, viszont ebben a programban két évnyi lépéselőnyben vagyunk az Egyesült Államokhoz képest. Rengeteg tapasztalatot halmaztunk föl, kapcsolati rendszert az üldözött keresztény közösségekkel, sőt, sikeres programjaink vannak, például Észak-Irakban, ahol egész közösségeket sikerült megmentenünk. Ez az, amit... Erbil környékén egész konkrétan, hogyha... Erbil környékén is, valamint... Mószultól északra, a Ninivei fennsíkon, amelyik a kereszténység bölcsője, egy Tel Aszkuf nevezetű település, amely itt az iszlám állam pusztított el, szinte teljesen elűzve az összes ott élő embert, magyar támogatásból építettek újjá, aminek az volt az eredménye, hogy az 1300 elüldözött családból 1000 visszatért ide. Egyébként a város lakói a településüket elnevezték Tel Aszkuf Bintel Magyarnak, Tel Aszkuf Magyarország leányának. Ez mutatja, hogy mennyire fontos az a program, amit a Hungary Helps kezdeményezés keretében megvalósítunk. Két kérdés azért következik ebből. Egy, hogy az iraki keresztények milyen új lehetőségek nyílnak meg ezzel az amerikai csatlakozással, illetve hogy Magyarország előtt milyen új lehetőségek nyílnak meg, tudjuk-e továbbfejleszteni ezt a diplomáciai kapcsolatot? Még a leghangosabb kritikusaink se szokták a magyar kormányt azzal vádolni, hogy ne lennénk tetrekészek. Tehát ebben az esetben is a megállapodás aláírásánál, a visszajelzésnél, a megegyezés tényénél, a szavaknál sokkal fontosabb a cselekvés. Ezért már most a megállapodás aláírásával egy időben, sőt azt megelőzően elkezdtük azt mérlegelni, közösen tárgyalni arról az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével, hogy milyen konkrét projekteket indíthatunk el, elsősorban Észak-Irakra összpontosítva, és már meg is határoztuk azt a vonalat, ez konkrétan a Ninivei fennsík lerombolt keresztény településeinek az újjáépítése, amivel kapcsolatban több már faluról, szeretnénk több jövőre elindítani az első közös megvalósítási projektjeinket. És ez lehetséges, hogy magyar szempontból is lesz ennek haszna? Valamiféle olyan ismerettségeket tudunk mi kialakítani az amerikai diplomáciában, külpolitikában, ami mondjuk a magyar embereknek is segítségére lehet? Hát amellett, már csak azért, hogy egy elismerés, az, hogy az Egyesült Államok kormányának a Trump adminisztráció kezdeményezésére egy ilyen nagyon is kézzelfogható és fontos együttműködés köttetik a két ország között. Ez hozzáadódik azokhoz a területekhez, amik az Egyesült Államok kormányát és a magyar kormányt összekötik, tehát a bilaterális kapcsolatunkat a világ vezető hatalmával is erősítik. Ez nagyon nagy dolog történt, hamarosan elkezdődik a munka. Azbej Trisztánnak köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezeket. Én is köszönöm a lehetőséget.